egy ismeretlen eredetű nyelvet beszélünk, egy ismeretlen felmenőtől származván, és ezt mindezt a Magyar Tudományos Akadémia állapította meg. Mindegy. Szóval nézzük meg ezeket az ismeretlen szavakat, vagy ismeretlen eredetű szavakat. Hát ilyen alapszavak jönnek elő, hogy például bűn, bűnbocsánat, bűnbánat, akkor ünnep, üdv. Képzeljük el, ezek mind ismeretlen eredetű szavak. Most aztán, de ez még hagyján, aztán milyen, hogy boldogasszon, nagy boldogasszon, Úristen, ismeretlen eredetű szavak. Aztán milyen, hogy Dónás, most gondoljanak bele, Dónás, ami a alaptétel, hát hiszen nem áldozhat Dónás nélkül a hívő. A Dónás nem görög, nem latin, nem szláv, és nem is német eredetű. Akkor honnét van ez a vallás? Nem tudom, hogy érthető. Honnét kapjuk? Hát mi így jelezzük meg? Aztán húsvét! Csak mi hívjuk így? Húsvét! Ismeretlen eredetű szó. Érthető. És akkor ez sorolhatnám, nagyon sok ilyen van, de mondjuk a legfontosabb az, hogy ezt a Görögi György is elismerte, hogy ez egyház. Most, amikor már szervezeti egyház, az magyar eredetű szó, fogbocsátva ismerték el. Ügyház, szentház, ügyház. Hát ha az egyház magyar eredetű szó, nem tudom, hogy értjük-e, hát akkor mondjuk, akkor nem hazudik a történelmünk. Hát nem hazudott második szilveszter mégsem, amikor azt mondta, hogy tényleg nagy apostol, és ezt már kimutattuk, hogy Vetterében is akkor, amikor ő egyházi rendet hozok létre, illetve katolikussá teszi az anyajánosokat, akkor úgy tekintenek rá, mint egy apostoli személyiségre. Nem tudom, értjük-e? Az egyháznak feltétlenül idegen eredetű szónak kellene lennie. És nem az. És valami ilyen későbbi vételű, mint a pünköst, aztán keresztmász, az egy külön, az is, azon lehetne utatkozni, mert a szent, ezeket sorolják fel. De a szenten is lehetne szerintem, de ez egy másik kérdés. Hát akkor az ember azt mondja, hogy hát a nyelv is. A történetlened is, a nyelv is ezt mondja. Na most, még lenne ilyenek, hogy ide nagyon sok ünnepet, és majd mindjárt erről beszéltük. Sőt, beszélt, csak tovább megyünk a levélben. Fázunk el nagyon. Menjünk haza? Nem menjünk haza. Valadjuk? Igen, jó. Tehát, azt mondja, hogy folytatódik. Tehát ennyit erről, hogy nehogy félreértsük, nem azt mondják előtte az előző mondatban is mondja. Ennek része az is, hogy megerősítjünk keresztény önkodolgunknak, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás magyar kultúránál is megtestesült, azt megnemesítette és megszentetette. Szóval rendben van, utána van az ezeröves magyar kultúránk, ugye ez az egyházi történelmet jelenti. Na most, és innen jön a levélnek a nagyon fontos része. Azt mondja, sajnos azonban ennek az öntudatra ébredésnek vannak vadhajtása is. Ezek egyike a különböző vallási elméleteket keverő úgynevezett ős magyar szintetizmus. Ez nekem nagyon tetszik ez a megjelölés, meg kell, hogy mondjam, majd mindjárt elmondom, hogy miről van itt szó. Ez a jelenség azért is nagyon veszélyes, mert kereszténynek tűnő vallási nyelvezetet használ, és különben megtéveszteti még a vallásokat gyakorló hívőket is. Ezek közé tartoznak a Jézusról és Szűz Máriáról szóló tudománytalan állítások. Ilyenek például a Jézus Pátus herceg elmélet, vagy a tátusok, a sámánok és a pogány ős magyar vallás együtt valós, vagy vélt elemeinek újraélesztése. Most ezt leellemezzük, hogy itt miről van szó. Nagyon, egyébként nagyon fontos a meghatározás. Én mondtam, hogy a nemzetet két dolog tart meg. A honszerelem, az ősök tudásának továbbitele és a hit, a helyes hit. Nem a, most az ős magyar szintetizmus, ezt tudják mit? De, hát ami nekem tetszik, az. Tudom, hogy egy történelmi vallásnak, illetve hitnek, a törvényei vannak. Tehát az nem úgy megy, hogy nekem ez tetszik, és ezt elfogadom, ez nem tetszik, ezt nem fogadom el. Ugye? Tehát ez körülbelül, hogy lehetne elmondani, hogy hát azt mondja az illető, hogy hát nekem mondjuk a reinkarnáció tetszik, az jöhet, hogy tulajdonképpen Krisztusnak a alfa is úgy mozó, az is jöhet, hát Jónás, az nem egy jó dolog, ez nem kell, azt nem fogadjuk el, és mondjuk az okkultizmus, az tetszik, az is jöhet, nem tudom, és akkor lesz egy ilyen zavva valami.
az egészből. Na most és így nem lehet Istenhez eljutni. Ezt egyébként régen a görögök úgy hívták, hogy hairesis, ugye ebből lesz a latin hairesis, ami azt jelenti, hogy ereknekség, de a hairesis görögül azt jelenti, hogy válogatni. Tehát, hogy ezt elfogadom, ezt nem fogadom el. Ezt elfogadom, azt megint megmondom. Én megmondom, ezt tudják mi? Ez lehet, hogy megérdemlem. Ez pontosan abból az irányból keltik egyébként. Tehát én eldöntöm, hogy mit fogadok el, mit nem. De te két szerencsétlen, ez nem úgy van. Na, mert a helyzet az, hogy ezt nagyon egyszerűen, vulgárisan érzékeltetve. Hát, hogyha az ember el akar jutni mondjuk Szegedről, el akar jutni Budapestre. Hogy nem lehet eljutni Szegedről Budapestre, hogy én elindulok Szegedről, és aztán eszembe jut, hogy jaj, Nagyvárad milyen szép város. És akkor elmegyek Nagyváradon, mert nekem az tetszik. Nagyváradon, hogy eszembe jut az, hogy jaj, Kolozsvár milyen szép város. És akkor elmegyek oda is, mert ez nekem tetszik. Aztán utána, jaj, hát Csíkszereda milyen szép város. Aztán elmegyek oda, mert nekem tetszik. Aztán utána elmegyek Kassára, mert az is nagyon szép város. Kassán meg eszembe jut Pozsonyban eszembe jut Fülbe, Fülvárnál eszembe jut Pala, aztán már meg is haltam. És sose voltam Budapesten, nem tudom, érthető. Hogy ilyen nincsen, hogy ebből is veszek egy picit, meg ebből is. És azt is, hát tényleg ez úgy van, hogyha nem hiszik el, ez olyan dolog, hogy és az, aki a magának főz, az sokszor magának főz, nem ősök tudás alapján, az néha a ciánkárit is befőzi. És elég ilyen pici, ahhoz, hogy egy egész tűzoltó hadsereg legyen beteg tőle. Nem tudom, érthető. Most, helyzet az, hogy itt viszont, itt konkrét utalás is van, a Badonyi-féle elmélete, ugye ez a rész, hogy ezek közé tartoznak a Jézusról és Szűz Máriáról szóló tudománytalan állítások, ilyen például a Jézus Pátus herceg elmélet. Most el kell mondjam, hogy a Badonyi-ós, ez egy nagyon érdekes kérdéskör, hát a keresztény vallás tannal sem volt tisztában. Hát, hogyha kezükbe veszik ezt a könyvet, nem tudom, hányoknak van meg? Igen, más? Nincs meg? Kezükbe veszik a könyvet, elolvashatják, hogy olyan alaptétellel nincs tisztában, de most ez az egyik oldal. Tehát az, hogy legalább a vallás tanítását kellene ismerni, a másik oldal, hogy ráadásul ténybeli tévedésekben van. Tehát majd én elmondom, hogy mi a valóság ebből, de majd a témeli tévedéseket is felsorolom, nem az összeset, mert akkor itt maradunk holnap reggelig. De csak egy oldal, hogy legalább haddali tényben, történelmi tényben téved. Tehát hogy az nem úgy van. Most a vallási kultúrnél az a helyzet, hogy kellene például a szeplőtelen fogantatást és a igetestesülését. Mi a szeplőtelen fogantatás? Mikor van az ünnepe? Nem hallom? Igen. A szeplőtelen fogantatás ugye az december 8-án van, egyébként ezt tudni kell, hogy a világegyházában úgy terjed el, hogy magyar ünnep. A magyaroktól terjed el. De ez az a fogantatásának a napja, hogy az általában bűntől mentes volt, és ugye ehhez 9 hónapra van szeptember 8-a, kisasszony napja, a kisasszony boldogasszony, ez a szűzanya születés napja. Az ige testesülésének napja, az Krisztus fogadásának napja, vagy gyümölcsoltó boldogasszony, vagy testfogadó boldogasszony, ez mikor van? Március 25, igen, 24, Gabriel, ugye üdvözlőd Mária kegyelemmel teljes. Ugye? Tehát az Úrban tele. Gábriel 24-dik, ebből meg lehet érdezni, hogy 25-dik a gyümölcsoltó boldogasszony. Az Krisztus fogadásának a napja. És arra 9 hónapra van december 25-e. És ha valaki ezt összekeveri, ezt a kettőt, már pedig különben összekever, nem tudja, akkor az azt jelenti, hogy nincs tisztában legalábbis a ezeröldes, az minden ezeröldes katolikus hagyományjal. Nem tudom, világos-e. Ebből következik olyan dolog is, hogy hát a kérdés föltevése is hibás. Tudnék, hát miről van szó? Mit jelent az immakuláta koncepció? A szeplőtelen fogantatás. Mit jelent? Az átöredő bűntől való mentesség. Hát ugye eljutottunk odáig,
Én beszéltem arról, hogy amikor elszakítják a gyümölcsöt, akkor az a egészséges képmás, mert ugye az Úristen képmására teremtett az ember, az megromlik, megjelenik a személyes én. A személyes én romlandósága, bár ugye a lelkünk tud az elküldőről, de a romlandóság pusztít, az a kígyó mérge, annak a vége a halál. És az, aki majd legyőzi, az ugye az Isten fiú, és nyilvánvaló, hogy aki a romlandóságot legyőzni érkezik, az a legromolhatatlanabb irányból kell, hogy érkezzék. És ebből következően a szűzanyának az áteredő bűntől mentesnek kellett lennie. Úgy mondhatnám el, hogy a szűzanya olyan végtelenül tiszta volt, hogy amikor az Úristen árnyéka rávetődött, az ige át tudott szűrődni, és ugyanakkor vissza is tudott tükröződni. Tehát alakot tudott ölteni. Ez vallás filozófiai kérdés, ugye? És aztán már Krisztus legyőzve a halált, visszaállítja az egészséges képmást, az ember egészséges képmását, mely az Úristen tükrözi vissza. Most, amiben nap van. Ugye? És a szűzanya is kegyelemmel teljes, tehát az átadott bűntől mentes. Na most, hogyha nem volt romlandósága, nem volt falasság. Nem tudom, hogy érthető-e. Értjük? Hát nincs értelme vizsgálni, hogy zsidó volt-e, vagy nem volt zsidó. Nem tudom, világos sem. Mert nem erről szól a történet, de a fal lényegtelen ember. A nem is lényegtelen ember. Az már nem volt állapot. Világos? Ez az egyik oldal. Tehát azt viszont lehet mondani, hogy tényleg, és ilyen szempontból Zalatút könyvét vegyék meg, bár a cím az félrevezető, lehet, hogy ezt csak azért adták neki, hogy megvegyék a könyvet, de ez egy nagyon jó könyv. Zsidó volt a Krisztus. Ilyen vastag könyv, nem olvasta senki, ugye? Olvasta? Na ez egy jó könyv. Ez tényleg igaz, hogy a Galileai terület, tehát sohasem tekintették a zsidók tulajdonképpen a sajátjuknak. Azon a területen született ugye a megváltó, és hát ugye emlékszünk rá, hát nem talán azt mondja, hogy Názáretből jöhet valami jó. Azok erre a területről. Most a helyzet az, hogy valószínűleg azt mondhatjuk, hogy nem zsidó szokásban, de zsidó nyelven átszületett. De egy biztos, hogy a szellemiség az új szövetségnek, az nem zsidó. Most akkor sajnos vélez a szívem mindjárt, de nem, csak 19 millió. Azért összecsapom egy picit. Azt mondták, hogy 8-a fejezem be. 8-a befejezem. Ki bírják még 15 perc? Nem? Hát, ja. Na, nem, csak ez egy megint egy másik téma, hogy, és aztán vissza szeretnék térni arra, hogy milyen tévedés. Tessék? Nem értem. Ott vagyunk, most a levélről beszélek, hogy miért nem Jézus pártus herceg. Most a következőkkel, mert abból nem olyan nagyon sok van hát, nem kell megjelni. Hát itt még 2 órát elbabrálunk bele, de eddig... A következő. Hogy már csak úgy a szellemiséget. Még el kell mondjam, amiről beszéltünk, hogy átelődő bűntőmentes volt a szűzanya, ezt még nagyon korán ünnepeljük, 1195-ös időszakról a Praekódex már hozza. Most azt nem tudom, tudjuk-e, hogy ez hittétel a római katolikus egyházban. Hány szűzanyával kapcsolatos hittétel van? A harmadik Andrásnak az esküjében azt szerepel, hogy a boldogságot szűzbirodalma Magyarország. És csodálkozunk, hogy eltévedünk? Csodálkozunk, hogy azt mondják, hogy nágyjel gyújtott a katolikus egyház. És mi hajlandóak vagyunk elhinni. Hány hittétel van? Négy hittétel van, ami Máriával kapcsolatos. Mindjárt át fogom mondani. De ezt alapból kellene tudnunk. Na jó, hát mindegy. Ez különben az, ez nem, de nyilván az egyház egyes tagja is bűnösök, ahogy így mondja meg az ember, de ezt ők majd elszámolják a Jóistennel. De nyilván az úgynevezett szocializmus, ami nem is hívnék itt, hogy szocializmus, mert ugyanazok uralnak bennünket, akik eddig uraltak, csak más módszerrel.
Más módszer. Tehát azoknak a aktív tevékenységet folytatni. Most a helyzet az, hogy az, hogy az átadó bűntől mentes, az ezen